A Fidesz szerint a jövő évi költségvetés egyik fő feladata, hogy ne emelkedjenek a rezsidíjak. Ekközben a szomszédban háború zajlik, és kibontakozóban van egy új világgazdasági válság is. A stúdióban Bánki Erik, a Parlament Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt hallottuk, hogy a családok a költségvetés egyik fő nyertesei. Hogyha ők a nyertesek, akkor kik a vesztesek? Én azt gondolom, hogy nincs vesztes a jövő évi költségvetésnek, hiszen köszönhetően annak, hogy a magyar gazdaság még mindig jóval az uniós átlag fölött teljesít, ezért a következő évben is lesznek olyan többletbevételek, amelynek az elosztásáról a parlament majd végül a költségvetés elfogadásával dönt. Tehát olyan társadalmi réteg, vagy olyan terület az országban, amelyre kevesebb forrás jutna, mint 2023-ban, mint 2022-ben, olyan nincs. Karácsony Gergely durva megszorításokról beszélt, az ellenzék is támadta a parlamenti vita során, az euróárfolyamot mondták, azt mondták, hogy semmi nem megy előre az országban, a kormány a német tőkét akarja kiszolgálni, ezekről a véleményekről mit gondol? Az ellenzék évek óta ezt csinálja. Gyakorlatilag 2013 óta, amióta növekedési pályán áll a magyar gazdaság, és ez az elmúlt közel 10 évben bebizonyosodott, hogy ez egy fenntartató növekedési pálya, hiszen évről évre az Európai Unió növekedési átlagának nagyjából a dupláját tudta teljesíteni a magyar gazdaság. Ugye az elmúlt évben kifejezetten kiemelkedő 7,1%-os gazdasági növekedés volt Magyarországon, az idei év első negyedévében pedig 8% fölött bővült a gazdaság. Tehát mind-mind olyan számok, amelyek azt bizonyítják, hogy a kormány gazdaságpolitikája sikeres és eredményes. Nem véletlen azt gondolom, hogy áprilisban a választók soha nem látott támogatásával tudta a Fidesz és a KDNP megőrizni a parlamenti kétharmadát, hiszen több mint 3 millió ember voksolt ránk. Ez is azt mutatja, hogy azok a lépések, amiket tettünk, azok a magyar emberek érdekeit szolgálták, és a magyar emberek voltak ezeknek a döntéseknek a kedvezményezettjei. Az ellenzék évek óta azt mondja, hogy össze fog omlani a gazdaság, összeomlik a költségvetés, rossz pályán van a kormány. Az eredmények viszont mindig azt mutatják, hogy igenis jó döntéseket hoztunk, hiszen Magyarország elsőként tudott túllendülni a Covid okozta gazdasági válságon, sőt, gyakorlatilag másfél év alatt kilábaltunk a válságból, és 2021-ben már nagyobb volt a gazdaság teljesítménye, mint 2019-ben a Covid válság előtt. Egy csomó magyar kormány, illetve parlamenti döntést másolnak az Európai Uniós országok, ami a gazdaságélénkítés, illetve a gazdaság sikere érdekében történt. Ezek mind azt mutatják, hogy mi jó pályán vagyunk. A nemzetközi elemzők értékelése, magának az Európai Bizottságnak az értékelése a magyar gazdaságról is pozitív. Az ellenzék nem veszi észre, hogy nem azt a filmet nézi, amit kellene. Igen, de közben az ukrán háború minden előzetes forgatókönyvet vagy tervet felülírt. Ugye az infláció az, amit leginkább tapasztal a lakosság. A pénzromlás üteme ugye most 10% körül van. 5,2%-os infláció van betervezve. Hogyan lehet ezt lefaragni a felére? Orbán Viktor is elmondta, hogy a háború okozta a inflációs nyomást, nagyon nehéz kezelni. Erre mi a terv? Igen, ha megnézzük, akkor az egész világot érinti ez az infláció. Soha nem látott mértékű infláció van Németországban, az Egyesült Államokban, a világ számos részén. Azt gondolom, ha megnézzük a környező országokat, akkor a közép-európai térségben Magyarország kifejezetten jól áll, még most is ezzel a 10% körüli 10,8%-os inflációs mértékkel, hiszen ha csak a balti államokat nézzük, ott 16-18-20%, Észtországban 20% fölött van az infláció, de Lengyelországban is 15% körül van, és Csehországban is kiemelkedően magas. Nyilvánvalóan ez egy háborús infláció, aminek az egyetlen letörési lehetősége az a béke. Magyarország pillanatnyilag az EU 27 országban az egyetlen, aki ezt kimeri mondani, hogy itt egyetlen megoldás van az, hogy béke legyen, mert ha béke van, akkor az nyugvó pályára helyezi a gazdaságot, lehet érdemi inflációcsökkentésről beszélni. Addig nem marad más, mint amit nagyon helyesen a kormány elsőként lépett meg megint csak az Európai Unióban, az a benzinástop volt, ezt követte az élelmiszerástop és a rezsi csökkentés megvédését célzó intézkedések. Ezeket továbbra is fenntartja a kormány helyesen. Befagyasztottuk a kamatszintet is, annak érdekében az emberek, a lakosság terheit próbáljuk csökkenteni. Ez csak annyiban segített, hogy 5-6%-kal már most is alacsonyabban van az infláció, mint ezek nélkül, az intézkedések nélkül lenne. Úgy gondoljuk, vagy hát az előrejelzések azt mutatják, hogy nagyjából őszre fog tetőzni az infláció, tehát nagyon remélem, hogy azok az intézkedések, amelyeket már a jövő évi költségvetésben meghozunk, azok további
infláció csökkentő hatások lesznek. Igen, hát nyilván ugye a háborús helyzet és a gazdasági helyzet az Unióban sok ilyen tervezést felül tud írni. Például a nagy vitát váltott ki a különadók terve. A Ryanair azonnal mondta, hogy áthárítja, elég csúnya üzengetésbe bonyolódtak Nagy Márton miniszterrel, de azért a bankok részéről is elhangzott, hogy ezt a plusz teret áthárítják a lakosságra. Ezt hogyan lehet megakadályozni, hiszen a költségvetés tervezetben benne van, hogy fennmaradhatnak bizonyos szektorális különadók több ideig, mint két év. Nézze, erre is azt tudom mondani, hogy amit 2010 után hoztunk döntéseket, akkor is ugye a különadók tekintetében bankok, pénzintézetek, multinacionális cégek, talán a hírközlés területén is, ezek is átmeneti szektorális különadók voltak. Éppen azt a célt szolgálták, hogy rendkívüli helyzetben egy igazságosabb közterviseléssel azok is több adót fizessenek, akiknek korábban ezt nem kellett tenni. Akkor is vehemensen támadott bennünket a hazai ellenzék, a nemzetközi balos és liberális politikusok. Még a hazai gazdasági elit vezetői is. Így van. Mondták ezt, mondjuk Hernádi Zsolt, MOL vezér is azt mondta, Csányi Sándor is az OTP vezér. Tehát nem elismerően nyilatkozott ezek. Ezt én megértem, hiszen mindenkinek fáj az, amikor többet kell befizetnie adóban, vagy közterhekben, mint korábban kellett. De azért hoztam párhuzamként a 2010 utáni döntéseket, mert akkor is látszott, hogy a bankadó és a különadók bevezetését követően, ha mondjuk egy 5-6 éves időtávban nézzük, akkor a többletterhek, amiket akkor ki kellett fizetniük, annak a sokszorosát megkeresték azzal, hogy egy olyan dinamikus gazdasági növekedést tudtak a kormányzati intézkedések elérni, aminek köszönhetően jelentősen nőttek a bevételeik. Ez most sem lesz másképp. Most is azt gondoljuk, hogy azokkal a döntésekkel, amelyeket meghozunk a jövő évi költségvetési törvény vagy adótörvények kapcsán, azokkal egy olyan gazdasági növekedést fenntartó hatást tudunk elérni, ami ezeknek a cégeknek jelentős többletbevételt hoz majd a későbbiekben is. És ahogy 8 évvel ezelőtt az európai országoknak jó része követett bennünket ezeknek a különadóknak a kivetésében, látjuk már most is, Németország jelezte, hogy ő is szektorális különadókban gondolkodik, hiszen lehetetlen az, hogy az emberekkel fizettessük meg a háború árát. Ez is egy érdekes kérdés, a globális minimumadó, ugye be is nyújtott már erről egy javaslatot. Korábban elfogadhatónak tartották, most azonban nem mi változott azóta itt? A versenyképességet hozták fel elsősorban indokként. Hát a legnagyobb változás az orosz-ukrán háború. Tehát a háború kitörése és annak a következményei, azok nagyon súlyos gazdasági következményekkel járnak. Ezért mi azt gondoljuk, hogy jelen helyzetben, egy háborús helyzetben, amikor az adóterhek csökkentését célzó átmeneti intézkedéseket kell meghozni általában. Különadókról kell beszélni olyan szektorokban, ahol extra profit keletkezett a korábbi időszakokban. Egy csomó hangsúlyt át kell helyezni a költségvetés elfogadásokra, a jövő évi költségvetés terén. Rendkívüli intézkedéseket kell hozni. Ebben a helyzetben nem lehet az, amikor gazdaságot kell élénkíteni, a versenyhelyzetét kell javítani a hazai vállalkozásoknak, hogy egy olyan döntést hozzunk, ami éppen az ő helyzetüket rontja. Összességében egyébként a globális minimum adó bevezetéséről az elvi álláspontunk nem változott meg. A háborús helyzet nem indokolja azt, hogy most ezt azonnal be kéne vezetni. Most az időzítésről? Így van, egyértelmű, hiszen ez az egész globális adózást érintő javaslat csomag, ez az OECD tagországok részéről azért indult el, és ebben Magyarország is partner volt, egyébként a mai napig részt vesz a magyar kormány ezeknek az irányelveknek a kidolgozásában. Az arról szólt, hogy az óriás technológiai vállalatokat, amelyek eddig kihúzták magukat az adózás alól, azokat egységesen megadóztassák. Ez volt az úgynevezett első pillére a javaslatnak. Emellett egy másik pillér, amit már az Európai Bizottság javasolt, hogy akkor ne csak az óriás technológiai cégeket, hanem úgy egységesen a világ cégeit egy egységes adórendszerben kezeljük. Tehát az adó elkerülést megakadályozandó, inkább vagy rászorítani. Inkább az adó előnyöket. Tehát az első javaslat, az első pillér, az, amit ön helyesen mond, az adó elkerülés megakadályozására szólt, a második ütem, az viszont már a nyugat-európai országok, döntően a közép-kelet-európai országok kedvező adórendszeréből eredő előnyöknek a csökkentésére irányuló javaslat volt. Mi azt mondtuk, hogy hajlandók vagyunk egy egységei és európai álláspontot elfogadni ebben, de azt, hogy megelőzzük Amerikát a döntésben, hiszen a technológiai óriás cégek megadóztatásának a rendszere még közel sincs kidolgozva. Az európai irányelv részletei, amelyek a minimumadó bevezetéséről szólnak, még közel sincsenek kidolgozva. Ha csak hagyd mondjak két dolgot önnek, az egyik, ma még nem lehet tudni azt, hogy a pillanatnyi adóterhek, ami Magyarországon 7,5%, és a bevezetendő 15%-os adószint közötti 7,5%-ot ki fogja beszedni? Az anyavállalat
országa, vagy beszedhetjük mi is, ahol a leányvállalat működik. Ez a magyar költségvetés számára egy nagyon súlyos. Igen, egy gyors utolsó kérdés, hogy a forint árfolyam mindenképpen ugye most is 400 forint körül jár az euró, ugye ez nyilván nagyon nagy problémát jelent. Hogyan lehet stabilizálni a forint árfolyamát, hogyan ugye Nagy Márton azt mondta, hogy ha végre megjönnek a helyreállítási pénzek az uniótól, ki fog lőni a forint árfolyama? Mi a helyzet ezen a téren? Nézd, azt tudom mondani erre, hogyha a magyar kormány nem hozta volna meg a korábbi intézkedéseit, amelyel megszüntettük és megtiltottuk a lakosság számára a devizahitelek felvételét, akkor ma egy nagyon-nagyon súlyos társadalmi válságot okozna ez a forint árfolyam. Így sincs jó hatással a gazdaságra, kétségkívül. A jegybank, akinek az a feladata, hogy próbáljon beavatkozni és minden eszközzel elérni azt, hogy az inflációt csökkentse, a kamatemelési lépéseivel a forintot is erősíti, holott mondjuk az árfolyam cél az náluk nem egy alap elv. Azt gondolom, hogy a kormány a fegyelmezett költségvetési gazdálkodása a jövő évi költségvetés tervezetével, amely egy 3,5%-os GDP arányos államháztartási hiánnyal kalkulál, azt üzeni a gazdasági szereplőknek, hogy egy nagyon feszes és tartható költségvetéssel egy egyensúlyi gazdálkodást tart fenn. Ez mind az irányba mutat, hogy a forint árfolyamát stabilizáljuk. A miniszter úr ugye elmondta, én azt gondolom, hogy egy-két hónapon belül meg lehet egyezni a helyreállítási pénzek lehívásának az ütemezéséről, és én is egyetéket értek vele abban, hogy ez egy olyan további erősítést ad a magyar költségvetésnek és a magyar gazdaságnak, amit tovább fogja javítani, illetve ami javítani fogja, jelentősen javítja majd a forint pozíciót. Bánki Erik, köszönöm a beszélgetést, innen folytatjuk, majd maradt téma bőven, örülök, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm.